Igen, utána néztem nyilván a cégnyilvántartásban, és volt már neki más cége, 11 cég kötődik a nevéhez, így az elmúlt évekből, ezek közül hatott kényszertörléssel szüntetett meg a cégbíróság. Tehát alapvetően sofőrös, tehát hogy az anyósülés az sokkal előrébb tolható a normálisnál, és a hátsülésen van ilyen vádli masszírozó funkció, hogy ott a kedves utas csak pesgőzhesse nyugodtan, amíg a sofőr vezet, de Rákai úr ezt a szolgáltatást nem vette igénybe, hanem saját maga elvitte a lángzsás mosóba, és akkor így, így tudta lefotózni a kedves olvasónk. Amikor a területi különbségeket néztük, tehát hogy mondjuk a melyik megyében, vagy melyik régióban mennyi gyermek kerül a gyermekvédelmi rendszerbe, akkor Tényleg azt láttuk, hogy például Borsod, vagy Szabolcs megyében, ott több mint 2500 került, csak a tavaly évben 2500 kiskorú, és az ország nyugati részein, Vas megyében, meg Zala megyében, ott meg 500-nál kevesebb, tehát ilyen több ezres különbségek vannak. Jó napot, sziasztok! Ez az Átlátszó Podcastja, három nagyszerű vendéggel. Erdély katonai főszerkesztő helyettesen, fölő Porsajával és Szapozitával alap újságíróival, és uh, három egészen érdekes szikről fogunk beszélni. Kezdjük az autóval, mivel jöttél ma? Először vonattal, aztán villamossal, és utána gyalog. A, ugye írtál egy, a, sőt, két cikket Rákai a, Filip megmondó ember és influencer és tényező és producer gépjármű parkjának egyik újabb darabjáról, vagy eddig ismeretlen darabjáról, egy Neybeth mercedes -ről. Egy szörnyű dilemma rágy a lelkem. Elképzelhető, hogy használtam vette? Elképzelhető, ezt nem tudjuk. De azért meglehetősen kicsi erre az esély. A belügyminisztériumi nyilvántartásban ugyanis az szerepel, hogy eddig összesen két tulajdonosa volt, illetve van az autónak, tehát a jelenlegi tulajdonosa második. Én inkább azt valószínűsítem, hogy valaki behozta kintről, és Rákai úr pedig ettől a importőrtől vette meg. Nem gondolom, hogy használtam vette, de az is lehet, nem tudjuk. Nekem ez a két tulajdonos, ez, ez mióta elolvastam azóta, azóta ez a dilemma, foglalkoztat, hogy vajon, vajon, vajon ki lehetett az első tulajdonos, és, és kiállította össze. Te mennyi időt töltöttél a konfiguráláson? a cikkben van egy olyan része, ahol egészen bőven levezetett, hogy miért kér. Felárat a Mercedes, milyen csomagok, mihez járnak, mennyi időt sok Elég sokat, mert számomra ez a világ ez egy teljesen ismeretlen. tehát, hogy címkézett, emblémázott, ezüstözött pesgős pohár az a, autóban, a, a vádi masszírozós ülések között. Tehát hogy nem is gondoltam volna, hogy nem az, hogy létezik, de hogy, hogy erre ekkora igény van, de. Hát ugye az a helyzet, hogy szokták mondani, hogy a német precizitás az mekkora, Na ez ennek egy iskola példája, hogy minden Mercedes autót az alvásszáma alapján le tudsz kérdezni a konfigurátorba, tehát beírod az AV számot, és kiadja, hogy abban az autóban pontosan mik vannak, a motortól kezdve a pesgős poharakig, és akkor ugye van a... Konfigurátor, ahol meg ugye tudod nézni a felszereltséget, hogy mondjuk a, a fehér bőrülés az alap, tehát hogy az nulla forint, de ha mondjuk te pinket szeretnél, vagy pesgős poharat, annak ennyi és ennyi a pluszára, úgyhogy eljátszogattam ezzel elég sokáig. De ugye nem a vezetőnek masszírozza a verliát? Aki, Hátcsó, a, a, hátsó, ülésen. a, tehát, az ugye hogy az 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 a... Az <laughs> a két első ülés az alapban masszírozós, de gondolom ugye nem a vádli, tehát azoknak nincs egy ilyen vádli része, hanem gondolom a hát, a derekat, ugye, ha megfáradsz, de ugye alapvetően a hátsó, hiszen ez egy sofőrös autó. Ja, a sofőr... A hátul ül. Nem, 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 ő saját maga elvitte a mosóba. Tehát, nem hogy tudjuk. Vannak, vannak ilyen ellen 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 most mondások. Most <laughs> nem, a cég leasingeli, tehát hogy ez nem az ő tulajdoná, nem vásárolta meg, hanem a, a tehát alapvetően sofőrös, tehát hogy az anyósülés az sokkal előrébb tolható a normálisnál, és a hátsülésen van ilyen vádli masszírozó funkció, hogy ott a kedves utas csak pesgőzhesse nyugodtan, amíg a sofőr vezet, de Rákai úr ezt a szolgáltatást nem vette igénybe, hanem saját maga elvitt a mosóba, és akkor így, így tudta lefotózni a kedves olvasónk. Igen, tehát az, ezt azért egy picit talán tisztába kell tenni. Onnan indult ez a történet, hogy kaptál egy fotót, vagy kaptunk egy fotót, és azon az látszott, hogy Rákai úr autót mos. <laughs> Igen. Aztán mi következett? Ugye volt az a dilemma, hogy egy olcsóbb autót mos, vagy egy rendes, drágába. Nem, Úgy? Ilyen, ilyen dilemma nem volt. Tehát az de az elsőben én. még nem. nem? Nem, hát most mihez képest? Tehát, hogy az olcsóbb, amire te utalsz, az a Majbaknak az 580-as verziója, az 72,5 millióról indul, hát olcsóbb a, valóban, a mint a drága. A következő, a, a 680-as, az 95 millióról indul. Van de ugye a kettő között? Van, van valóban. Az egy van egy olcsóbb, olcsóbb és drágább. igen. De ugye... Nem vagyunk autószakértők, én kimondottam főleg nem, úgyhogy segítséget kértem, és Antal a Csehkengén YouTube csatornának az autós újságírója segített. Rögtön először neki küldtem át a fotókat, úgyhogy rákait nem látta rajta, hogy nehogy, nehogy ez esetleg befolyásolja, vagy. vagy bármi mást okozzon, és ő kapásból Antal ránézett a fotokra, és közölte, hogy hát ennek az autónak csak a fényezés ez a kalahári, arany, meg obszidián érteteje igen. Tehát, nem. Nem, Am hogy nem a, a gyári amit sima egyébként fekete. egyébként úgy bele hogy sárga-fekete. Sár, igen, a belügynél lesz sárga-fekete, tehát obszidián kalahári, az sárga-fekete nálunk. Igen, ott nincsenek ilyen, ilyen felvágós nevek, tehát Anti mondta, hogy csak ez a fényezés, ez 7,6 millió forint. Tehát ez csak egy külsőre, amit meg tudott állapítani, és ugye mi viszont a fotókat úgy kaptuk, hogy látszott az autónak a rendszáma, az alapján ugye a belügyi nyilvántartás, ahol volt a belső fotó, ugye a szép Bézs, nem tudom, milyen Bézs, a 5-15-ös színkód, erre emlékszem. Puszedli de valami, valami gyöngy, valami gyöngy, nem tudom. Mindegy, <laughs> bőrülések, és uh, utána meg ugye az alveszem most nyilvántartásból az egyéb felszereltségek kiderültek. Én is az is kiderült, hogy a drágában között, hát ugye a 680-as. Persze, hát az a belügyi nyilvántartásban is látszik, hogy a pontos típus a 680-as 95-ről indul, fényezéssel együtt már 102, és ehhez jön a többi extra. A nyak, nyakfűtés, meg a vádlimaszírozás, meg nem tudom. Fázott én. már a nyakod autóban? Ennek? Nem, de hát nem vagyunk egy okay. ez, ez, ez kétségtelen, és ez a Mercedesnek nek igazat mindenképpen. Azt nem értem. Az, a szakértő mondott arról valamit, hogy miért készül ebből olcsó? Hát biztos arra is van igény, de erre nem tért. De motor de teljesítményben is van, van egyébként különbség, csak mondom, én ennek tényleg nem vagyok a szakértője. Jó, de nem is akkor, hogy mondta, sem? hogy az egyik az, az nem olyan gyorsan gyorsul fel, a másik, a másik az viszont így így leural mindenkit azóta. úton. Tehát van a nyugdíjas, majd meg a sietős. Tehát a, a teperős, a, igen. Az ételfutáros, meg a ráérős. Jó, uh, mi visszatérünk valószínűleg az autóra, de, de ha, ha már itt említettem, 7, valamennyi a fényezés? 7,6, igen. 7,6. Abból ugye néhány állami gondozásból kikerült, kaphatna azt a nagyszerű 1,9 millió. Ja, az hogy, hogy, hogy egy kicsit demagóg módon hát igen, kössek el, Az hát. biztos. Feltéve? Feltéve, feltéve ha... jelentkeznek rá, ugye, mert hogy ez az otthon teremtési támogatás, ez, ugye ez úgy van, hogy a 18 év feletti állami gondozásban nevelkedett fiataloknak jár, és különböző feltételeknek kell megfelelni, tehát nem is, csak, nem is elég az, hogy állami gondozásban nevelkedtek, hanem azt hiszem, hogy az van, hogy minimum három évet kellett állami gondozásban tölteniük, és hogy nem lehet, hú, nem tudom már a pontos összeget, de a szociális vetítési alapnak valahány százaléka nem lehet annyi készpénzük, vagy nem lehet annyi pénzük, vagy egyéb ingóságuk. Tehát, hogy ezek meg vannak szabva, és ha ezek valakire igazak, és ha ezek után jelentkezik erre a támogatásra, akkor ez egy viszonylag hosszú folyamatnak tűnik nekem, mert hogy nem elég, hogy a kérelemben le kell írni részletesen, hogy mire szeretné ezt elkölteni. Ugye ez eredetileg arra szolgálna, hogy a lakhatásban segítséget nyújtson azoknak a fiataloknak, akik kikerülnek az állami gondozásból. De hogy ezek után még van egy környezettanulmányt készítenek róluk, tehát ez egy viszonylag Bonyolult elbírálási folyamat, és ezek után kaphatják meg a pénzt, aminek a maximális összege az 1,9 millió forint, ami hát ugye látható, hogy a mai ingatlanárak mellett nem igazán elég arra, hogy mondjuk valaki egy lakást vegyen, vagy akár egy fél lakást vegyen. nagy, nagy mennyi? 3 négyzetméterre elég, vagy négyre? Vagy hát ha, ha nem, hát nem egy ágyú. <laughs> és ez csak erre költheti. Igen, ez, ez kifejezetten lakhatása van, tehát otthon teremtési támogatása neve, úgyhogy így ez... És ez még csak azt mondhatják, van. mondhatják, hogy albérletre lesz? Én azt gondolom, hogy szerintem talán albérletre lehet költeni. Nem, nem, tudom pontosan, hogy mik a konkrét feltételek. Ennek annyira részleteiben nem néztem alá. Utána azt tudom, hogy lakhatásra dedikáltan, tehát mondjuk más célokra, utazásra, vagy akármire arra nem költhetik. És mivel ugye ilyen szigorú és vagy ilyen részletes is az, hogy hogyan lehet pályázni, meg hogyan lehet jelentkezni, azért ennek elég utána is néznek, hogy, hogy nem lehet bármire elkölteni. Ugye a cikkedben rengeteg adat van, nagyon alaposan utána néztél, és nagyon sok mindent megtaláltál, is. És a Krisztián kollégánkkal egy látványos is a, a vizualizációs része, mindenkinek ajánlom, aki még nem látta volna. De uh, számodra mi volt a leg uh, ennek a része ennek a munkának? Hát szerintem ugye önmagában az nekem, tehát én azért is kezdtem el ezzel a témával foglalkozni, ugye egyrészt, mert hogy mostanában azt látjuk, hogy főleg a kegyelmű jóta egyre több szó van arról, hogy mik a gyermekvédelemnek a hiányosságai, főleg ugye a negatív oldalairól, de hogy közben meg ugye a kormány az elmúlt években elég gyakran hangoztatta azt, hogy itt minden jó, sokkal jobb a helyzet, mint 2010-ben volt, tehát hogy van egy ilyen siker kommunikáció, ugye ezt abban is látjuk, hogy évek óta azzal kampányolnak, hogy a családok és a gyermekek védelme az mennyire fontos nekik, és hogy igazából ez, ez szolgálta ez a cikk, hogy szeretük volna megnézni a konkrét adatokkal alátámasztva, hogy, hogy ez mennyiben történt meg így valójában. És, és ugye kifejezetten a gyermekvédelemre, meg az állami gondozásban nevelkedőkre fókuszálva azt látjuk, hogy hát nem igazán, mert hogy az elmúlt 14 évben, hát mondhatjuk azt, hogy sok szempontból romlott a helyzet. Úgyhogy úgy, hogy nem igazán vanok ok, annyira optimistának lenni, mint amennyire mondjuk a kormány optimista, amikor erről kommunikál. A siker kommunikációból, a kommunikációból a kommunikációval stimmel. Hát igen, ja. mondhatjuk így is, igen. Mi, miért nem sikeres a dolog? Tehát azért, mert, mert, a, mert a kiadások egyszerűen annyira leszakadtak, is, vagy mert valójában erre senki nem nézett rá évek óta, és ez senkit nem is érdekel? Hát igazából a gyermekjogokkal vagy gyermekvédelmmel foglalkozó szakértők leginkább azt emelik ki problémának, hogy akkora nagy az erőforrás hiány, tehát hogy egyszerűen mind a gyermekvédelemben dolgozók, mint például a nevelőszülők abszolút nincsenek megbecsülve se anyagilag, se semmilyen szempontból. Így ugye ebből következik az is, hogy mondjuk nem túl sokan akarnak ilyen szakmát választani, tehát hogy hiány is van azokból, akik ezzel foglalkoznak. Egyszerűen a gyermekotthonokban sincsenek meg azok a tárgyi feltételek, vagy infrastruktúrális feltételek, amik kellenének, nincsen elég férőhely, például a gyerekeknek, szóval hogy tényleg ezzel sebből vérzik ez az egész rendszer is, hogy hogy valószínűleg nem lehetne egy. Tehát azon kívül, hogy mondjuk tesznek bele több forrást, tehát hogy többet költenek arra, hogy, hogy rendbe hozzák a rendszert, azon kívül még valószínűleg ez egy hosszú folyamat lenne, hogy itt itt rendbe lehessen rakni ezt az egészet. Meg is pénz kellene bele, nem? Hát, hát éve, évek óta, ha jól emlékszem, ilyen napi 7 vagy maximum 800 forint jut egy gyerek otthonos gyereknek az étkeztetésére, reggeli ebédre. Igen, de igen, hát ez semmi. Hát leginkább, igen, leginkább a pénz, uh -huh. amit amit nem tesznek bele, vagy bele lehetne tenni, és hogy az, az, biztos, hogy az lenne az első lépés ahhoz, hogy itt bármilyen változás legyen, és utána lehetne bármi másról beszélni. Ami megmaradt nagyon erősen ebből az adatvizualizációs vizualizációs részből, hogy ebben is látszik a, a, a ketté szakadása a keleti és a nyugati részeknek, tehát hogy, hogy kelet az ilyen nagyon vörös, nagyon sok, nagyon nagy problémák vannak, és az ország nyugati részén, ugye nyilván ott is vannak problémák, de, de jóval kevesebb, tehát hogy ahol, ahol szegénység van, ott a problémák halmozottan jelentkeznek. Igen, igen, és ez abban ugye egyértelműen megmutatkozik, hogy amikor a területi különbségeket néztük, tehát hogy mondjuk a melyik megyében vagy melyik régióban mennyi gyermek kerül a gyermekvédelmi rendszerbe, akkor tényleg azt láttuk, hogy például Borsod vagy Szabolcs megyében ott több mint 2500 került, csak a tavalyi évben 2500 kiskorú, és az ország nyugati részein, Vas megyében meg Zala megyében ott meg 500-nál kevesebb, tehát ilyen több ezres különbségek vannak. Ugye ez nyilván ez abból is következhet, hogy, hogy mondjuk a ország északi vagy északkeleti részén, ugye ott, amit te is mondtál, hogy ott azért rosszabb általában az anyagi körülmények is, ugye emiatt több gyermeket is kiemelhetnek, például a saját családjukból és így többen is kerülhetnek mondjuk gyermek otthonba, mert hogy egyszerűen nincsenek meg azok a feltételek, hogy mondjuk a saját családban tudjon felnőni az a gyerek. Mondtak-e valamit esetleg a szakértők arról, hogy, hogy ott, ahol több a kiemelés, hogy ott a a hatóság uh, jobban, jobban kondicionálódott arra, hogy nagyon szigorúan lépjenek fel, és azonnal fellépjenek, hogyha problémát érzékelnek, vagy, vagy ez csak egyszerűen tényleg több esetről van a szó. Szerintem alapvetően az, hogy ott halmozottam, vagy jelen ez a probléma, igen. A, az, neked mi volt a leg, emlékezetesebb, megrázó, legtanulságosabb része ennek a ennek az óriási munkának és adathalmaznak, amit összehettél. Mi az, ami megmarad benned, mint? Hát az mondjuk, ez, amit most beszéltünk, ezek a területi különbségek, ezek mindenképpen, én ugye alapból Miskolci vagyok, tehát Borsod megyéből származom, és hogy azt mondjuk azt látni, hogy itt az adatok is azt mutatják, hogy nem csak az, hogy ott mondjuk évről évre ott eléggé, tehát jóval erőteljesebben jelenik meg ez az egész probléma, hanem az is, hogy például az elmúlt tíz évben ott majdnem duplájára emelkedett azoknak a gyerekeknek a száma, akiket kiemeltek a családjukból, vagy akik a gyermekvédelembe kerültek. Tehát, hogy, hogy, és, hogy igazából tényleg ezt látni, hogy mondjuk ahonnan én jövök, nyilván én Tényleg, tehát én nem, nem, egy kis faluból jöttem, tehát Miskolcról jöttem, de hogy, hogy, mondjuk tényleg az a, az a megye, ahol én felnőttem, hogy tényleg ott így hatványozottan van jelen ez az egész probléma. A lemezen is megélnek el Miskolcról. <laughs> Tán, is megemlik. Köszönöm. Arra nem tudom, hogy lehet táncolni. Ne, ne, nem, nem, az, az megoldjuk. azt az, az, az ja, majd, az majd megoldjuk, amikor, amikor a a Zololói strandon elkezdenek üzemelni a a büfék az oda épített házak miatt, ugye te De ügyen? nem, képzeld el, hogy ott nem szokott zene szólni. Tehát az, Eddig. a, az a vonzereje ennek a tónak, amiről, amire most, amiről most kérdezel, az a lövő mellett, a borostyán tónak, hogy nagyon csendes. És van ott egy kis strand, de nem ez a, szóval hangszórokból nem szól zene, hanem tök csön van. De ugye ez egy kicsit ó, ahova, és erről szól a cikken, ugye 200 apartman, házat, akármit tervez egy vállalkozó építeni. A helyi önkormányzat ilyen, hát valahogy a furcsán lelkesedő támogatásával, és ha ott megjelenik egy ilyen tömeg, szerintem valahogy egy ilyen uh, ibizai parti hangulatot is kikövetel majd magának. Mert ha jól értem, ez a terület nem feltétlenül alkalmas arra, hogy, hogy 200 házat így el lesen helyezni egyszerűen. Hát eleve tényleg ez egy, ez egy kicsit tó, tehát mondjuk, hogyha az ember elindul körbe, akkor egy óra alatt nagyon kényelmesen körbe lehet sétálni. Most az részletkérdés, hogy nem is tó, hanem, hanem egy patak van ott feldúzasztva, de olyan tó jellegű. És hát jelenleg egy nem tudom olyan 25-30 épület van ezen a tóparton, és igazából tulajdonképpen a, legalább a fele a, a tópartnak az természetvédelmi terület, sőt nemzeti park része, az őrségi nemzeti parknak a része, a Natura 2000-es terület. Úgyhogy hát azokra a részekre eleve, ugye nem is annyira egyszerű építkezni, de ahova ez a budapesti vállalkozó tervezi vagy 200, vagy nem 200 szól, ez ellenmondásos információk vannak, de ez, ez röppent fel, és ez a szám szerepel a, a reklám videójukban. Tehát amit ő kiszemelt terület erre a célra, az éppen nem a nemzeti park része, de mondjuk tehát az egész nem ekkora, hogy oda 200 darab 70 négyzetméteres házat lehessen építeni, és hát tulajdonképpen nem az ő tulajdonában áll a terület, hanem egy, nagy osztrák magánember tulajdona, akivel nem sikerül egyébként hónapok óta megegyezni, szóval viszonylag sok részlet hiányzik még ahhoz, hogy megvalósulhasson ez a, ez a beruházás, de, de ott a környéken ez elég nagy port kavart, tehát komment, nagyon sok komment meg poszt született erről a, a környékbeliek körében, hogy hát ez rengeteg ez a ház ahhoz képest, hogy hogy most mennyi épület van ott, és hogy 200 ház a környékbeli falvakban egy faluban sincs. Tehát egy nagyobb falut. Na, Tehát, hogy igen, egy egy falunyi házat szeretnének érteni. Nem is kis ha jól értem, ott a környéken. Hát ott, ott helyben igen, ott ilyen 80-100 ilyesmi házak vannak a, a falvakban. A, az osztrák mire használja azt a területet? Az osztrák egy ilyen kempinget üzemeltet rajta, a, a, ami, hol ilyen bungalók is vannak, szóval ilyen kis, kis házikók is, és, de egy olyan. Tehát ez az egész tó igazából egy olyan kicsit retró feelingje van, tehát semmilyen ibizai. Uh, egy és német márkával lehet. De szerintem <laughs> valószínű, igen. Az <laughs> <laughs> Okniszandel. <laughs> igen, igen. Én nekem még ott sose sikerült fizetni, ott van egy valami étterem, de valahogy sose volt nyitva, és még egy zsíros kenyeret sem tudtam kapni, se csillingért, se forintért, de de hogy ott az egy ilyen, viszonylag természetközel ilyen van egyébként működtetve, szóval nincsenek nagy épületek, kis faházak vannak rajta amikor elkezdted felfejteni ezt a történetet, gondolom úgy jött, hogy ha hallani lehetett, vagy, vagy hallottál, honnan hallottál róla tényleg, ha már ne is feltételezzek, inkább kérdezzek. Egy ilyen zárt Facebook csoportban posztolták be először ezt a, ezt a reklám videót, ami megjelent január végén a, a, a Szeged 365 weboldalon. Az messze van onnan. Az viszonylag, viszonylag, messze van. valahogy úgy jöhetett itt a kapcsolat, hogy a, az a, a, kivitelező cég, akit ez a vállalkozó bevont ebbe a projektbe, ők, ők Szeged mellett szegedi vagy szeged melletti székhelyen rendelkeznek, és Gondolom, hogy onnan jött ez a kapcsolat ezzel a hírportállal. Ez nem derült ki egyértelműen egyébként, hogy kifizette vagy kirendelte meg ezt a, ezt a reklámvideót, meg van egy ilyen cikknek tűnő hirdetés és ö, ö, kirakva a videó mellé. Ö, se, a, se a kivitelező cég nem válaszolt nekem, se a Szeged 365 és a, az a budapesti vállalkozó pedig, a, az a neve, hogy Praznowski András, ő sem nyilatkozott egyértelműen arról, hogy, hogy ki volt a hirdetés, de állítólag nem ő adta fel. Szóval innen hallottam először, hogy beposztolta valaki ebbe a csoportba ezt a... Ezt egy a hirdetés, de mi csak úgy lett. Találta. Mesterség és intelligencia elszabadult, és csinált egy hirdetést. Hát, Jó amikor elkezdett felfejteni, akkor, akkor, akkor milyen, milyen kép rajzolódott ki ebből? Mi itt a, mi itt a terv? Tehát mit, mit, jelent az, mert ugye azt mondtuk, hogy oda akarnak 200 apartmant építeni. Miért? Minek? Az hangzik el ebben a videóban, hogy itt egy ilyen turisztikai Airbnb-t szeretnének üzemeltetni, tehát, hogy na most ennek a részletei, szóval az, egész, az egészben ugye az a nehéz, hogy konkrét részletek sehol nem igazán hangzanak el, azt is viszonylag nehéz volt kideríteni, hogy egyáltalán melyik területre képzelik el, vagy melyik ö, ö, igen, területre képzelik el ezt, a, ezt az ingatlan fejlesztést. Mit kérdeztél? Valójában oda szeretnék eljutni, hogy, hogy miért készít valaki hirdetést 200 Tehát, hogy mi, mi lehetett a szándék? Mert hogyha ha ha ezt el akarom adni, akkor, akkor ennél előkészítettebb kéne, hogy legyen talán, mint amilyen, uh, amennyire előkészített ez a projekt a cikked alapján. Ugye, amikor elmentős és interjút készítettél a polgármesterrel, utána nekem az volt a benyomásom, hogy itt ez még mindig egy ilyen kicsit ködös. Hát a terület sincs meg de, Hozzá. de ez az, amit én sértek, hogy mi ebbe a biznisz? Lehet, hogy ezt reklámozzák, ugye az van a cikketben, hogy csináltak egy mintaházat, mm -hmm. ugye? Az meg kész van. Az hogy lehet, legyen. hogy az alapján, tehát azt használják, meg a videót, és beszedik az előleget, ugye az elmúlt években, 10-20 években rengeteg ilyen volt, hogy beszedték előre a pénzt, hogy jó, akkor megépítjük a házakat, aztán se pénz se ház vagy, vagy mi? Tehát, hogy még terület sincs. Vagy, de vagy már... bejön a pénz, és akkor Begyen. tovább lehet terjeszkedni, vagy. De... Ugye, mivel ezek így nem derültek ki, én nem, nem állíthatok semmi ilyesmit. Ö... Rákérdeztem nyilvánvalóan arra, hogy, hogy mit szolgál ez a mintaház, ami ahogy ugye a mintaháznak nevezi a vállalkozó ezt, meg már az önkormányzat is átvette ezt a szót, mert hogy azt állítja a vállalkozó, hogy, hogy az, a, a jogszabályban van egy olyan kivétel, hogy nem, ha mintaházról van szó, akkor nem kell építési engedélyt kérni a, az építkezéshez, amit nem is kértek, tehát hogy az, az látszik a, a nyilvántartási rendszerben, hogy nincsen Ö, építési engedély mint a mintaházra. Viszont megkerestem a, az építésügyi hatóságot, és ők elküldték. Hát először nem nem is értették, hogy mi az, hogy, szóval, hogy mi, miről, mit kérdezek, hogy mintaház. Úgyhogy kértek egy kis időt, amíg utána néztek a jogszabálynak, és utána elküldték azt a, azt a, részt, amire szerintük gondolhatott a vállalkozó. De fel van sorolva egy mellékletbe, hogy milyen épületekre nem kell építési engedély. Na most ezek között nem szerepel olyan, hogy mintaház, olyasmik szerepelnek, hogy mondjuk uh, lelátó, vagy rendezvény, színpad, tehát ami ilyen ideiglenesen fel van állítva. De Úgyhogy most, ö, a jelek szerint tulajdonképpen egy szabálytalanul felépített házról van tulajdonképpen szó, amit ez a vállalkozó az önkormányzat telkére fölépített. Az önkormányzata ez egyébként hozzájárult, egy tehát tulajdonosi hozzájárulást adtak hozzá, ami már eleve nekem egy ilyen nagyon furcsa konstrukció, hogy. egy. egy Ja, és azt, is nagyon nehéz volt kideríteni, hogy ez a mintaház kié tulajdonképpen, nem is egyértelmű, de a vállalkozó, amikor, amikor ott voltunk interjút készíteni vele, akkor végül úgy nyilatkozott, hogy az ő tulajdonában áll ez a mintaház, az önkormányzat épület vagy területén. Na és hogy mit célt szolgál, ezt itt is sokféle információ elhangzott, végül is azt mondta, hogy Azért van ez ott kiállítva, hogyha valakinek megtetszik ez a technológia, ez egy ilyen könnyű szerkezetes épület egyébként, valamilyen speciális, tudom én, milyen technológiával készül. Tehát, hogyha valakinek megtetszik ez a technológia, akkor annak ők felépítenek egy ilyen házat. Máshol? Vagy ott? Hát ott a tóparton valahol, vagy biztos máshol is, szóval mi beállt a másnak a telken. Hát úgy látom ezzel. Nem én imádom az én történet. Nekem ezek a, ezek a nagy kedvenceim, amiben csak, csak zűrzavar van, és nagyon furcsa. Ugye hát maga a vállalkozó is elég színes. Igen, utána néztem nyilván a cég és volt már neki más cége, 11 cég kötődik a, a, nevéhez, így az elmúlt évekből ezek közül hatott kényszertörléssel szüntetett meg a cégbíróság, volt, ami egyértelműen kiderült, hogy tartozásról volt szó, tehát például az adóhatóságnak volt olyan cég, cége, ahol 8 millió forint tartozott, de más esetben is mondjuk milliós tartozásról. De szó, hogy igazából egyébként nem egy ilyen, értétek, nem, nem ilyen egy ilyen százmilliárdos, megbízható, hanem ilyen kis, kisebb tartozásai voltak, csak hát ugye... De a... lehet, hogy pont ettől akarja beindítani a bizniszt, hogy a korábbiak nem sikerült. Én most Na az majd most, majd most. Megszületett a tuti ötlet. Mindig bízi. Optimista. Optimista szemlélet, igen. Az optimizmus 2020 Kft. Jó, csak, csak hogyha mondjuk Szóval ilyenkor az van, hogyha tehát azért szünteti meg a cégbíróság, mert nem tudta behajtani rajta, tehát nem volt, nem volt, vagyona, nem volt annyi vagyona a cégnek, hogy mondjuk egy egymilliós tartozást be lehessen rajta hajtani, tehát hogy 200 apartman ház építéséhez azért nagyon-nagyon sok pénz kell, vagy egy nagyon erős... Telek, kéne egy telek... Hát be... Aztán Azt ké lehet, hogy meg kéne, kéne venni. valami terv, hogy ez, ez, ez hova fut ki. Hát, hát lehet, nagyon... hogy a későbbiekben majd beesik valami tőkeerős beruházó projektbe. Hát itt az is elhangzott, amikor amikor ezen a találkozón voltunk. Egyébként ő, ő meeting pettingre hívott engem telefonon. Ez annyira 90-es évek, tehát, <laughs> hogy így ezt pro... örülök, hogy te mondtad, ki, mert én rösteltem volna. de Na, tehát, hogy ezen az eseményen öm, azt, azt, is mondta, hogy, hogy egyébként ez az egész öm, komplexum, ez egy Magyarországon nagyon nagy, öm, na, jelenlévő nagy szállodabrend égisze alatt futna, azt nem tudtuk meg, hogy melyik ez a, ez a szálloda. Most már egyre kevesebb van úgy, hogy tulajdonképpen csak egy helyre kéne kérdést küldeni, hogy, hogy itt az idő, hogy azt szépen, mondjam, hogy én nagyon szépen köszönöm, köszönöm. a Szokózitának, Porsójának és a Katalinnak ezt a mai beszélgetést, én nagyon jó szórakoztam, remélem a nézők is legalább olyan jó szórakoztak, és az egy százalékot már... A, az már lejárt. Ha lejárt. lejárt? Ez már hát ez hát de ma. Ja, ez nem, ja, hát ez nem. nem. nem megy. Ma nem ma ki. Nem élőben vagyunk, Józsi. Sokkal jobban értékelnek, hogyha élőben. Kedves, soha újra. Jövőre, jövőre. az egy százalékos mindenképpen adják. Meg én köszönöm a figyelmet, Makai József voltam. Sziasztok. Köszönjük. Majd